Szeretettel köszöntöm az Univerzum televízió nézőit. Nevem Ibi Duba Ibolya, és ez a Kozmikus Exodus című adás, amelynek ez a nyitó része. És szeretném, hogyha ehhez kinyitnák azok, akiknek van bibliájuk, a Dániel próféta könyvét, ott is a második részt, és elgondolkodnának azon, ami ott le vagyon írva. Ott ugyanis az van leírva, ami éppen most történik velünk emberiséggel. Le vagyon írva az özönvíz utáni emberiség története korszakokként, és ezek a korszakok ábrázolva vannak egy embernek a szobra által. Régen úgy mondták, hogy állókép. És ennek az állóképnek a feje aranyból van, a vállai ezüstből, a törzse részből, a lábai vasból, a lábfeje részszint vasból, részszint cserépből. Nos, ezen a szobron keresztül, egy igen különleges szobor, vezetődik le számunkra ezek a korszakoknak a története képileg. Mit kell ez alatt érteni? Milyen birodalmakról van szó? Hát ott van mindjárt az aranyfej. Az aranyfej a babiloniai birodalom. Babilon után mindjárt jön egy kettős birodalom, egy osztott birodalom, mondanánk ma, és ez a méd-perzsa birodalom. Ezután jön a réz törzs, ami a görög birodalmat szimbolizálja, majd azt hiszem, hogy görögökig el szoktunk menni még innen is, tudjuk, hogy utána jönnek a rómaiak, és a vas őket szimbolizálja, mert vaskézzel járták végig a világot, az akkor ismert világot. Majd azután jön a lábfej, és érdekes módon a lábfej részszint vasból van, részszint pedig cserépből. És most az a kérdés, hogy hol tart az emberiség? Gondolom, nem kell túl sok fantázia hozzá, hogy rájöjjünk, hogy Babilon elmúlt, méd-perzsák elmúltak, görögök elmúltak, római birodalom sincs már, ha csak nem a régi római utakra gondolunk, amely átszegi egész Európát. És hol tarthatunk akkor most? Hát minden bizonnyal a lábfejnél, amely részint cserép, részint pedig vas. És akkor jön egy érdekes leírás, hogy mi történik abban az időben, amikor ideér majd az emberiség. Hát az történik a leírások szerint, hogy ahogy így nézi ezt a képet Dániel proféta, ezt a hatalmas, nagy, lenyűgöző állóképet, egyszerre csak egy kő kéz érintése nélkül megindul valahonnan, és megüti ezt az állóképet, ott lent, ahol a vas és a cserép nem elegyedik, és összedönti az egész állóképet. Porrá zúzza. Majd ő maga, ez a kő, megáll. Na, mit kell ebből kiolvasni nekünk, mai embereknek, a 21. század elején? Hát nem lehet mondani, hogy nem igyekszünk a vasat a cseréppel elegyíteni. Jó ideje már. Volt egy korszak, amikor ez úgy tűnt, hogy sikerül. Aztán mostanra kiderült, hogy dehogy. Mégsem sikerül. Ugyanis a Róma vasa nem tud elegyedni a cseréppel. Pedig itt van ez az EU. Hú, de megpróbáltuk, hú, de próbáljuk.
És nem megy. Nem megy, mert nem mehet. Ugyanis mindennek rendelt ideje van az ég alatt. És az ég alatt hét rétegben bukott istenek uralkodnak. És ezek a bukott istenek mind-mind azon vannak, hogy csak rá ne jöjjön az emberiség, hogy a hét réteg fölött is van egy birodalom. Mert ha erre rájön, hát akkor bizony nekik annyi. Az ő szerepük a mi életünkben, mint emberiség, lejár. Ezt egyébként titokban mindenki érzi. Nem kell hozzá se politikusnak lenni, se gazdasági szakembernek lenni. Elég egy családanya, nagyanyó, feleség, akármilyen beosztás. Mindenki érzi, hogy nem mondjam a vizeletében, hogy ez már nem az a történet, amiben mi beleszülettünk. Hát nem. Nem lehet. A vas és a cserép nem elegyedik. És mi lesz? Hát igen, halljuk az egyik profécia szerint, tűz által pusztítatik el a föld, mert ugye Noé idejében megígérte az Úr, és felvonta a szivárvány ívét, eskűjelét, hogy nem pusztítja el a földet víz által. De nem folytatódik úgy a mondat, hogy tűzzel sem, sőt, ígéretek vannak rá, hogy tűzzel igen. Mert általában a tisztítások vagy vízzel, vagy tűzzel történnek ezen a bolygón, ilyen nagy szabású tisztítások. És bizony mostanság, nem is olyan régen, már emberiség föltalált olyan kütyüket, hogy óceán fenekén fényképeztek vulkánkitörést. Mi mindent tudunk mi technológiailag, technikailag. Csak egyet felejtettünk el, hogy amiért a Földön vagyunk, az nem ez, amivel fő foglalkozásként elfoglaljuk magunkat. Ugyanis az elsődleges, másodlagos, harmadlagos feladatunk, hogy a saját istenségünkre emlékezzünk, mert azt felejtettük el, és megpróbáltuk behelyettesíteni anyagi javakkal, leginkább pénzzel, házzal, autóval és minden egyéb ilyesmivel. Majd azután kiderül, hogy egyrészt el lehet veszíteni egy éjszaka alatt az egészet, másrészt, netalántán, megszűnik az egésznek az értelme, mert hogy kapunk egy olyan betegséget, ami oly mértékben köt és láncol ágyhoz, hogy nem tudjuk értékelni, hogy palotában lakunk, 36 vendégszobánk van és 84 fürdőszobánk, és akárhány aranykészletünk, mindig csak egy kanállal tudunk egy kis levest megenni, ha egyáltalán még azon a betegágyon enni tudunk. És nem különböző kütyükön nyomják belénk, amelyek sziporkáznak, villognak, víjognak valamiféle tápot. Tehát az anyagi világ valahol majdhogy nem teljesen elvesztette a varázsát. Egy ilyen kábult varázslatban éltünk el eddig, de most valahogy vannak, akik rádöbbentek, megébredtek, és ébren is maradtak, hogy hát igen, ott van az az agyag. És mit mondott a Teremtő? Porból lettél. És porrá leszesz. Hát igen, csak nem tudjuk, hogy milyen porról is beszélt, amikor az első porról beszélt, mert szerintem az csillagpor. És azzá is válhatunk.
Mert hiszen ígéret van arra, hogy elhagyhatjuk ezt a földet. És mint egy forgatókönyv, ez a Biblia, akár Ótestamentum, akár Új Szövetség, de a legjobb, ha a kettőt együtt olvassuk, mert úgy igazán kikerekedik, gömbölydededik a téma, hogy ez egy intergalaktikus kaland, ami velünk, emberiséggel itt történik. Hát igen. Ez egy hatalmas, nagy intergalaktikus kaland. És ebben a nagy kalandban nekünk, itt élő magyaroknak van egy óriási szerepünk, amit most az utóbbi időben úgy tűnik, hogy kezdünk el és felvállalni. Ez pedig a nyelvünk. Ne hagyjuk félrevezetni immáron újra és újra magunkat. A nyelvünk valóban nem e világról való. Ezt a mondatot túl sokszor hallottam az elmúlt 24 évben, mielőtt hazatértem, abban a 24 évben, mert 20 év óta itthon vagyok, és mondom, amit mondanom kell, hogy igen, ez a nyelv nem e világról való, de itt van dolga. És a dolga nem más, mint hogy közvetítő szerepet játszon a bukott fiúvilág egyetem és az atya világ egyeteme között. Azok számára, akik hazakészülnek az atyai házba. Hiszen tudjuk, hogy Jézus Urunk megígérte, hogy én most elmegyek, de elküldöm néktek a Szent Lelket, aki majd mindenre emlékeztet titeket. Én nem vállaltam föl más, csak azt, hogy emlékeztetek. Én a világon semmi újat nem mondtam az elmúlt 20 év alatt. De azt következetesen mondtam 20 éven át, hogy ez a nyelv az Isten nyelve. És azért hoztuk le, mert csak ez a nyelv bírja ezt a világot, és azt a világot összekötni. Mert az Isten nyelve, a mi nyelvünk, egy olyan elvet képvisel, halljuk, a nyelvben benne van, hogy elv, egy olyan elvet képvisel, amelyet semmilyen más nyelv nem tudhat képviselni. Valószínű, hogy az adások folyamán ki tudok térni netán beszélgető társaimmal is részleteiben. Erre a mondatra vissza tudok térni, mert nem vagyok egyedül. És bizonyítékok is vannak. Igen komoly tudós asszonyok és férfiak, és nem véletlenül mondom első helyen az asszonyokat, a nőket, mert nekünk anyanyelvünk van, és édes anyanyelvnek hívjuk. Csak úgy, mint az édes anyánkat. Ez a nyelv nem e világról való, de itt van dolga. Mi vagyunk, akik átsegítjük azokat, akik innen hazavágynak, a kozmikus exoduszba részt akarnak venni tudatosan. Hiszen szabad akaratunk csak azért jó, hogy van, hogy tudatosan használjuk. Nem elég tudni azt, hogy mit nem akarunk. Azt is meg kell tudni fogalmazni, hogy mit akarunk. És nekünk, magyaroknak az a mondat, hogy legyen meg a te akaratod a mi atyánkból, a legjobb vezérfonalunk. Mert ha kimondjuk azt a szót, hogy Isten, akkor abban benne vagy te is, meg ten magam is, vagy én is.
döbbenetes dolgokat tudunk felszínre hozni a nyelvünkből, arról nem szólva, hogy elképesztő, meghökkentő, megdöbbentő dolgokat tudunk elmondani, anélkül, hogy fogalmunk lenne, hogy miket beszélünk. Például ilyen szavaink vannak, hogy fegyver nem, pénz nem, halál nem. Hát honnan hoztuk ezt a nyelvet? Nyilvánvalóan onnan, ahol erre nincs szükség. És azzal, hogy ezt mi így fejezzük ki, emlékeztetünk elsősorban magunkat, és mindenki mást, aki hallgat bennünket, hogy mi van? Hát az van, hogy ott túl a heted, hét országon túl, az oktáv magasságában egy más létminőség kezdődik, egy más vibráció szinten, csak úgy, mint a muzsikus, mikor lefogja a do, re, mi, fa, szó, lá, ti, utána a dót, az már egy oktávval magasabb rezgésszámnak az alsó dója. Nos, ez a két betű, ez árulkodik szerte az egész glóbuszon. Ugyanis ez a két betű, ez az O és ez a K, ez az oktávot jelöli. És érdekes módon, ha valaki bemutatkozik, magyar ember, akkor elmondja, hogy például én Duba Ibolya vagyok. Na most a vagy után az ok pontosan azt jelenti, hogy én és az Atya egy vagyok, amit a Jézus mondott. Tehát ez az én okság, ez a mindannyiunknak a kódneve, és ez előbbre való, mint ahogy Jézus a földre jött, mert ez még özönvizek előtti időből való, amikor Ádám Évától a hetedik generációban én ok, így ahogy mondom, én ok, nem halt meg. Őt az Isten felvitte. Nos, ezért érdekes a nyelvünk, mert olyan messziségben nyúlik fel és be, ahol egyetlen más nyelv sem képes követni bennünket. Ezt az oktávugrást meg tudjuk tenni, mert ha azt mondom, hogy az élet szakaszos, a lét pedig örök, akkor valami nagyon nagy dolgot mondok, és főleg, ha tekintetbe vesszük, hogy az élet halálos betegség, mely szexuális úton terjed. Tessék megcáfolni. Ugyanis ezen a földön van szűznemzés, mindig is volt, mindig is lesz, pontosan azért, hogy az emberek kezdjenek rádöbbenni és megérteni, hogy miért jött a Jézus a Krisztus egy szűz leányon keresztül, miért élt végig egy húsvér, férfi bőrbe bújtatott életet 33 és fél évig, majd miért alakult át fénylénnyél és emelkedett a magasba, biztatva ezzel az egész emberiséget, hogy ha én ezt meg tudtam tenni, akkor rátok is ez vár. Amikor kollektív Krisztusok emelkednek a magasba, akkor jön egy új égben egy új föld, ahol csak az igazak laknak. És ők azért igazak, mert egyedül, egyedül a teremtőjüknek adnak igazat. Senki másnak. És a teremtő bennük él. Bennük mozog. És az
egész életünk ezen a földön, ebből az irányba próbált bennünket terelni, hogy vegyük észre, hogy óriási feladatot bízott ránk, és a szánkba tett egy nyelvet, hogy annak az elvét hirdessük, és el ne felejtsük, hogy ezen a földön csak vándorok vagyunk. Vándorok. Lehet többes szám is. De ahogy az énok egy személynév, és ahogy a vagyok is egy személyre utal, egyes számban. De ha azt mondom, hogy magyarok, akkor lehet többes szám, sőt, az. Tehát ez az ó és ez a ká, a hímség és a nőség együtt, ez a mi kódunk. Én ok. 48 éves voltam, amikor egy könyv akadt a kezembe, adták a kezembe, Arizonába, Sedona városába. És fogom a könyvet, és még nem nézem meg, hogy ki írta és mi a címe, csak fogom a könyvet, és azt mondtam, hogy ez az. Ezért indultam el, és fogadtam meg 11 éves koromban, hogy addig megyek, ameddig ezt a titkot meg nem lelem. A könyv címe az volt, hogy A tudás könyve, 2. Énok kulcsok. És akkor inamba szállt a bátorság, és hatalmas energiákat éreztem át meg átmenni magamon, és egy kérdés járt a fejembe, hogy fogok én holnaptól ezzel a bizonyossággal tovább élni? Hogy a tudás a mi nyelvünkbe van kódolva, és a kód név én ok, az, aki nem halt meg, mert az Isten őt felvitte. Nos, indítékul, talán ennyit. Talán túl sok sokaknak, talán túl kevés némelyeknek, de bízzunk, hogy lesz még. Univerzum televízióban kozmikus exodus adás, és benne tovább folytathatom azt, amit ezen az estén elkezdtem önökkel, az Isten kegyelméből és segítségével. Köszönöm a türelmüket, a magyarok Istene áldja meg önöket. Viszontlátásra!